125 évvel ezelőtt, 1896. októberének közepén, háromnapos ünnepség sorozattal nyitotta meg kapuit a Kecskeméti Katona József Színház. Az első napon, 1896. október 14-én a műsor a himnusszal kezdődött, majd Ábrány Emil erre az alkalomra írott verses prológiát adta elő. Ezt követően Katona József Bánbán című darabját részben a Budapesti Nemzeti Színház művészeinek előadásában tekintette meg a nagy érdemű. Bánbánt Szacsva Imre, Melindát Márkus Emília, Gertrudot Jászai Mari, Tiborcot Újházi Ede, Biberachot Gyenes László, Peturbánt Hetényi Béla alakította. Az estét a Kecskeméti Dalárda kíséretével előadott allegória Katona József apoteózisa zárta. A Kecskemét című lap így számolt be a színház megnyitásáról. Az új épület külsőleg, bensőleg ragyogó volt. Kinn nagy sokaság tolongott az ívlámpák előtt, s közben-közben zajos kiáltásokban tört ki.